A történet szereplői, Zoli, a felesége és 4 gyermekük. Ez idáig egy idilli állapot is lehetne. Viszont 2018 áprilisában Zolinál egy nagyon ritka típusú nyirokrákot diagnosztizáltak. Első körben 3 hetente kapott kemoterápiát, és 3 kezelés után teljesen tumormentes volt. Viszont a 9. havi kontrollvizsgálaton kiderült, hogy a betegség kiújult, méghozzá 4. stádiumú volt már akkor. Elképesztő időszak következett, rengeteg különböző kezeléssel, amelyek nem használtak. A remény egy CAR-T nevű terápiában született újra, viszont ez itthon nem volt elérhető. Zoliék közel 100 ellátóhelyjel vették fel a kapcsolatot, és mellette a kezelés lehetetlen árának gyűjtésébe kezdtek bele, amely 250 millió forint volt. Most ott tart a dolog, hogy a rengeteg viszontagság után február 4-én egy izraeli kórházban 80 millió forinttal elkezdődhetett a kezelés, amelynek összege a kiutazás napján gyűlt össze. A történetet Török Gábor, Zoli egyik barátja fogja kiegészíteni, akivel Kőbányán a Körösi Kulturális Központban beszélgettem. Azért ezt a helyszínt választottuk, mert február 9-én, vasárnap, Zoli kezelésének gyűjtése kapcsán itt szerveznek jótékonysági koncertet. Márkatársak voltunk, mind a kettőnknek nagy szenvedély a motorozás, és motoros túrákat szerveztem, és akkor Zoli is csatlakozott hozzá, és akkor együtt motorozgattunk, és hát akkor barátkoztunk össze. Most Zoltánnal azért nem vagyunk mindennapi kapcsolatban, tehát amikor lehet motorozni, akkor motorozunk, de nem mondanám, hogy túlzottan követjük egymás életét. Én tudtam róla, hogy beteg, tudtam róla, hogy súlyos betegséggel küzd, de azt nem tudtam, hogy ez éppen most milyen stádiumban van. És tavaly a Facebookon kiírták, hogy a betegsége súlyosbodott, visszatért, és bár gyógyultnak hitték, de kiújult a betegsége, és segítséget kértek. Nem csak tőlem, hanem mindenkitől. És elindult egy gyűjtés a Zoltánnak, amiben nagyon-nagyon sokan bekapcsolódtak, tehát celebek, tényleg felsorol is hozzá az Animal Cannibals, tehát konkrétan tudok olyan esetről, hogy valaki eladta a motorját, és azt neki ajándékozta. És aki megvásárolta, az meg neki ajándékozta azt a motort, mert egyszerűen az volt neki az álma. És hát úgy gondolta az illető, hogy talán ez fogja őt még jobban bíztatni arra, hogy meggyógyuljon. És tehát igazából nem csak rólam van itt szó, és nem csak Zoltánról, hanem ez nagyon-nagyon sok ember van ebben, és nagyon-nagyon sokan adományoztak. Ez egy olyan probléma, amit egyedül nem lehet megoldani. Hát amikor először láttam, amikor kiírták, hogy ő nagyon beteg, a kezeléseinek a végére ért. Magyarországon nem lehet már tovább kezelni, és az a terápia, amire neki szüksége van, az elérhető, meggyógyulhat, de az 250 millió forint, akkor azt mondtam, hogy ez kizár dolog, ez lehetetlen. És aztán elkezdtem számolni. Végül is, ha van Magyarországon 250 ezer ember, aki ad 1000 forintot, akkor megvan a pénz. De mondok jobbat, ha 25 ezer ember van, és mindenki ad 10 ezeret, akkor meg is vagyunk. Elindult a gyűjtés, és napról napra egyre többen ajánlottak fel kisebb-nagyobb összegeket. Híre ment, eljutott a hír olyan emberekhez is, akik nem is ismerik Zolit, eljutott olyan helyekre, ahol sok segítőkész ember van, kézilabda csapatok, futballcsapatok, árvereztek itt ütőt, mezt, mindent, amit lehetett Zoliért. Voltak jótékonysági vásárok, koncertek, jótékonysági diszkók. Úgyhogy a mi rendezvényünk nem egyedi a sorban. És még van folyamatban még egy pár rendezvény, amit meg fognak rendezni. Na most Zolinak a történetét meg lehet találni a fórumokon, YouTube-on, Facebookon, viszont volt egy pont, amikor egy izraeli kórházból jelentkeztek nála, hogy megcsinálják a kezelését olcsóbban. És nem 250 millió forint kell, hanem elég csak 80 millió forint a kezeléshez. És akkor már úgy állt minden, hogy már 60 millió forint összegyűlt. Na most
Azon a héten, amikor ő utazott Izraelbe és elkezdték a kezelést, azon a héten jött össze 80 millió forint. Na most ez egy hatalmas nagy öröm, mert ugye az emberben az van benne, hogy akkor megmentik. Hát igen, csak hogy ezzel még nincs vége, csak egy kezelés ára. És a többi kezelést is ki kell fizetni, úgyhogy még abszolút van létjogosultság ennek a rendezvénynek és az adományoknak. Ráadásul, hogyha valamilyen csoda folytán még több összeg jönne össze, még több pénz jönne össze, akkor azt szintén hasonló sorsú emberekre fordítják. Szerintem Zoli se hitt el, és amikor elkezdett összejönni a pénz, akkor ő rajta is egy kicsi ilyen eufóriát láttam, hogy neki segítenek az emberek, és erre azt mondta, hogy most már csak azért is meg kell gyógyulnia, mert annyi ember akarata, jó indulata kíséri, hogy ezt nem hagyhatja veszendőbe menni. Érdekelt, kiket mozgósított Gábor, illetve milyen arányban talált nyitottságot és segítőkészséget, hogy a jótékonysági koncert létrejöhessen. Ez egy nehéz szülés volt ez a rendezvény, mert amikor megláttam, hogy Zoli milyen állapotban van, és hogy mennyire reménytelen ez az egész, az első gondolatom az volt, hogy lehetetlen. A második egy ilyen düh, hogy nem igaz, hogy nem tudunk egy embert megmenteni. Ha tényleg csak pénzkérdés, akkor csináljuk meg. Én néptáncolok 29 éve, sok barátom van, nagyon sok jó indulatú ember vesz körül, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit népszerűsítem ezt a problémát, illetve megismertetem az emberekkel Zoli problémáját, és ennek kapcsán hát, ha többen adakoznak. Hiszen nem kell sokat adni, csak sok embernek kell adnia. Nyár vége óta összebeszéltünk többen, hogy mi lenne, hogyha többen zenélnénk. Két harmonikás, egy klarinétos és egy furulyás. És így szép lassan összeállt az zenekar, és elkezdtünk próbálni. És úgy gondoltuk, hogy majd egyszer valamikor a távoli jövőben majd összeállunk, és akkor majd csinálunk táncházat, ha majd odaérünk. Amikor jött ez a hír, akkor úgy döntöttünk, hogy megkérdeztem tőlük, hogy van-e kedvetek megcsinálni egy táncházat, próbáljuk meg, hogy hát, ha eljönnek a barátaink, és akkor abból is összejön valami. De ez, tudtuk, hogy ez hatalmas nagy munka, hogy mire a táncház elkezdődik, addigra a műsor összeálljon. Úgyhogy mi folyamatosan ezen dolgozunk, amióta megkérdettük az eseményt, minden hétvégénnek, hétközbennek hosszú próbákat tartunk, és most már ott tartunk, hogy szerintünk jó a műsorunk, viszont úgy gondoltuk, hogy több embert kéne ebbe bevonni, és hát vannak egyéb barátaink, a Trákia Együttes, a Midrosz Együttes, és megkérdeztem őket, hogy van-e kedvük ebben részt venni. Ők is beálltak ennek a rendezvénynek a támogatásába. Miután már megvolt, hogy ki vesz részt ezen, próbáltunk helyszínt keresni. Akkor a Kőbányai Szerb Önkormányzat segített nekünk a terembérlettel, az ő támogatásukkal jön létre itt ez a rendezvény, és úgy gondolom, egy elég ütős műsor sikerült összerakni. Tehát a Midrosz Együttes a görög zenét játszik, a Trákia Együttes szerb, bolgár, makedon zenéket játszik, mi szerb zenét fogunk játszani. Jó lesz. Nem kell belépőjegyet fizetni, ez a koncepciónk, hiszen ennek az egész rendezvénynek a hírverése kapcsán egy csomó ember van, aki bizonyos vagyok benne, hogy már utalt nagyobb összegeket is Zolinak a gyógyulására. Úgyhogy belépődíjmentes lesz a program, bárki bejöhet. Lesz nálunk egy lepecsételt urna, amiben elfogadunk helyszínen is adományokat, amit a Zoli gyógyulására létrehozott alapítványba fogunk befizetni. És hát aki akar, az utal. Gábort, mikor felkértem a beszélgetésre, azt mondta, nem szeretné, ha ez róla szólna, de én mégis kíváncsi voltam, hogy változott-e benne valami, amikor ő is csatlakozott ehhez az összefogáshoz. Én nem vagyok egy különösebben adakozó típus. Mégis az, amikor egy olyan ember betegszik meg, aki ismerős, még ha nem is áll igazán közel, az mégis megérinti az embert. És akkor az ember elgondolkozik a saját kiszolgáltatottságán és a saját helyzetén is. És elgondolkoztam azon, hogy hasonló helyzetben vajon nekem is összegyűlne ennyi pénz? Vagy hasonló helyzetben kit kérnék meg, hogy segítsen?
senki más nem tudunk megkérni, csak a körülöttünk lévő embereket és a nyilvánosságot. És úgy gondolom, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy nagy dolgokat lehessen csinálni. Most képzeld el, hogy ha Magyarországon mindenki csak 10 forintot bedobna egy kasszába Zoli gyógyulására, 100 millió forint, az bőven elég most jelen pillanatban ahhoz, hogy meg lehessen menteni. 10 forint, 10 forintot már egy koldus is eldob manapság. Úgy gondolom, hogy ha nagyon sok emberhez jut el a hír, akkor van az emberekben annyi jó indulat, hogy azt a pénzt, ami nem számít, vagy ami már elég jelentős ahhoz, hogy számítson, úgy gondolja, kinek képessége szerint, azt igazán oda lehet adni erre a célra. Amikor azt mondtam, hogy nem szeretném, hogy rólam szóljon, az azért nem szeretném, mert ezt a rendezvényt nem tudnám megcsinálni a Trákia együttes nélkül, a Midrosz együttes nélkül, a Nevetek zenekar tagjai nélkül. Ez képtelenség lenne. Egyedül nem lehet megcsinálni. Zoli nem fog meggyógyulni csak egyedül. Nem szabad az embereket magára hagyni. Úgy gondolom, hogy aki támogat egy ilyen rendezvényt, vagy eljön és adakozik, vagy hozzátesz valamit ehhez, pár forintokról van szó, az ezáltal egy kicsit jobb emberré fog válni. És érezni fogja azt, hogy amikor odaadta, hogy akármi is lesz ennek a történetnek a vége, az nem volt hiába való. Van az a pont, van az a helyzet, van az az akadály, amikor egyedül nem megy. Jó, ha ezt ilyenkor mások észreveszik, és akár ismeretlenként is, csupán mert egy bolygón élünk, társunkká válnak és segítenek.